A pandémiás időszakban is helyt állt a nyitott Kapuvár térségi szociális szolgáltató központ. Odoricsné Buti Krisztina intézményvezető elmondta, a rászoruló idős embereket és a fogyatékkal élőket is megfelelően ellátták. Pandémiás időszakban is igazából én azt gondolom, hogy teljes mellszélességgel helyt állt az intézmény dolgozói, hiszen az intézmény nem zárt be, ugyanúgy folytattuk a szolgáltatásokat, csak egy kicsit más munkarendbe helyeztük a dolgokat. A két napközbeni ellátásunk, a fogyatékos napközbeni ellátás és az idősek klubjában ugye otthon tartózkodtak az ellátottak, őket napi szinten látogattuk, vittük az ebédet, bevásárlásokat, különböző szolgáltatásokat végeztünk, amire éppen szükségük volt, tehát ugyanazt a szolgáltatást megkapták többnyire, amit az intézményen belül is megkaptak volna. A fogyatékos napköziben még arra is figyeltünk, hogy különböző feladatokat juttattunk el a gyermekek részére, amiket el tudtak otthon végezni, színezők, különböző ügyességi feladatok, ezeknek nagyon örültek, és őket többször is személyesen meglátogattuk, beszélgettünk velük, tehát a mentális gondozásuk is mindenképp folyamatos volt. Június 22-től visszaállt mind a két napközbeni ellátás, tehát látogatható az intézmény. Nem mindenki vette igénybe jelenleg az ellátást, valaki egy picit még kivár ezzel az időszak véget, meg hát egy csomó szülő otthon van, tehát hogy meg tudják oldani a felügyeletet. Idősek napközbeni ellátásában mindenki visszatért, a fogyatékos ellátásban pedig folyamatos, fokozatos a visszaállás. Jelenleg 15 ellátottunk van, aki napi szinten bejár. Ez megfelel annak a kormányrendeletnek, amit ez időtájt hoztak azzal kapcsolatban, hogy a napközbeni ellátást a férőhelyek számának az 50%-áig lehet feltölteni. Tehát ez azt jelenti, hogy nekünk 30 férőhelyünk van, tehát 15 főt tudunk fogadni. A többieket pedig ugyanúgy az otthonukban látogatjuk, tartjuk a kapcsolatot és kielégítjük azokat a szolgáltatásokat, szükségeteket, amire nekik igényük van. Tehát ők is attól függetlenül, hogy otthon vannak, attól függetlenül az ellátásuk biztosított maradt. A családgyerekjóléti szolgálatnál volt ugye még nagyobb változás, hiszen itt az ügyfélfogadásokat beszüntettük, de ez nem azt jelentette, hogy nem tartottuk a kapcsolatot az ügyfelekkel, csak a lakásukon, illetve az intézmény udvarán volt a kapcsolattartás, illetve ugye folyamatosan a ellátottaknak az otthonában kerestük fel az ellátottakat. Ezt azért is szeretném hangsúlyozni, mert ebben az időszakban az ő problémáik, a nehézségeik nem szűntek meg, tehát nem tudtuk azt megtenni, hogy nem vesszük fel a kapcsolatot, vagy telefonon, illetve e-mailen ügyintézünk. Erre nem volt lehetőség, nagyon sok családdal dolgozunk, tehát 150 fölött van az ellátott családoknak a száma, akik azért legalább heti szinten igénylik azt az iránymutatást, segítségnyújtást, amit az intézmény dolgozóitól, a családsegítőktől kapnak, úgyhogy ezt tovább folytattuk ebben az időszakban is, és július 1-ével visszatudtuk állítani az ügyfélfogadásokat. Erre kialakítottunk egy intézményi rendszert, hogy egy alkalommal csak egy ember tartózkodhat be, készfertőtlenítő, szájmaszk használata mellett jöhetnek be az intézményben, de már megtörténik az ügyfélfogadásuk mind a családsegítőben, mind a közösségi ellátásban is. A házi segítségnyújtás étkeztetésben viszont nem volt semmilyen változása a pandémiás időszakban sem, de itt igazából ugyanúgy folytattuk azt a munkát, amit ez idáig tettünk az ellátottak gondozása és szükségeteinek kielégítése érdekében. A pandémiás időszak alatt az operatív törzs ült össze, irányította a munkát, ugye az időközben megváltozott, a testület már ismét összeült. Van-e változása a kapcsolattartásban, azt, hogy a mindennapi munkát hogy kell végezni? Igen, azt gondolom, hogy Kapváron nagyon jól működött ez a helyzetnek a kezelése, tehát a polgármester úr minden héten rendszeresen, illetve napi szinten telefonon is volt kapcsolattartás, ahol megbeszéltük éppen az aktuális kormányrendeleteket, kiadott jogszabályokat, ezeket elemeztük, értelmeztük, és úgy hoztuk meg a közös döntéseket mindenféle ellátás tekintetében a városban. És most, hogy megszűnt ez a pandémiás időszak, most is folyamatos a kapcsolattartás, és attól még a rendszeres megbeszélések megmaradtak, mert készülünk arra, hogy esetlegesen bármilyen szabályok vagy változások lépnek életbe, akkor mi azonnal készen álljunk a szükséges intézkedések megtételére. Tehát az azt jelenti, hogy ha egy újabb hullám érkezik, amit őszre jósolnak a szakemberek, akkor az intézmény most már tapasztalatokkal felvértezve el tudja látni a feladatát. Reméljük, hogy el tudjuk kerülni ezt a helyzetet, de úgy gondolom, hogy azért az elmúlt időszak tapasztalatai majd könnyebbé teszik, hogyha esetleg újra ilyen helyzetbe kerülünk, hogy meg kell tenni a szükséges intézkedéseket.
Egyébként a bevásárlások, amiket a 65 év felettiek részére nyújtottunk, ugye kedden és pénteken vásároltak be a családsegítősök, ezt a lehetőséget megszüntettük, tehát hogy most már ugye mindenkinek lehetősége van saját magának elintézni ezeket a dolgokat, megszűntek ugye a boltoknak a idősávjai. Azoknak a családoknak, akiknek úgy gondoltuk, hogy ez nehézséget okoz, és továbbra is esetleg kérik ezt a szolgáltatást, ott felajánlottuk házi segítségnyújtást, és akkor igazából ők sem maradnak ellátás nélkül, hogyha a megoldás ez irányban nem kielégítő számukra.